Nem fúró. Nagy öröm, amikor az édesanyjával játszhat a gyermek a játszótéren, nem mindenkinek jut ebből az élményből. Magyarországon 55 ezer árva vagy félárva gyermeket tartanak nyilván. Számukra anyagi segítséget nyújt az állam. Az árvaellátásra az elhunyt szülő gyermekei, illetve bizonyos esetben unokái és testvérei is jogosultak. 2008. január 1-e óta 24.500 forint az árvaellátás minimális összege. Jövőre azonban duplájára emeli az összeget a kormány. Magyarországon 41 ezer olyan árvaellátásban részesülő van, akinek mindez idáig 50 ezer forint alatt volt az árvaellátása, és január 1-től emeljük föl 50 ezer forintra ezt a minimális árvaellátást. A gyermeküket, egyedülnevelőket nem csak az állam, hanem a civil szervezetek is támogatják. A kormányzat stratégiai partnere például az Egyedülálló Szülőklubja Alapítvány. A 2018-ban létrejött egyszülős központ nagy segítséget jelent a gyermeküket egyedülnevelő szülőknek. Coach, pszichológus, tréner áll rendelkezésre, illetve házi feladat megoldásban vagy korrepetálásban is tudnak segíteni a gyermekeknek. A kormányzat célja az, hogy vidéken is létrehozzanak ilyen központokat. Egyszülős központot tervezünk létrehozni több városban is, regionálisan van, ahol már ilyen működik is. Ez semmiképpen sem csak egy fővárosi jelenségnek kell lennie, hanem országosan, sőt, vannak már olyan kezdeményezések, amik a határon túlra is kivetítik ezt a lehetőséget. Egy nagyon speciális és nagyon fontos része a társadalomnak az egyszülős családok, azon belül is az árvaellátásban részesülő családok, szülők, gyermekek, úgyhogy igyekszik a kormányhoz is minden segítséget megadni. Az árvaellátás rendszere a múlt század első harmadában alakult ki. Arra szolgált, hogy a szülő halála után enyhítse a gyermeknevelés, a tanulmányok folytatása kapcsán felmerülő anyagi terheket. Az egyszülős családok és árván maradt gyermekek támogatása rendkívül fontos társadalmi feladat.